Sziasztok! Üdvözöllek téteket a Boom, Boom Zona újabb epizódjában, ahol szeretném köszönteni Meton Krisztiánt, aki a Bősi Birkózó Klub elnöke, birkózó, edző és a feje, úgymond az egész birkózásnak bősön. Üdvözöllek! Szia! Hello! Sziasztok! Engem elsősorban az érdekelne, hogy mikor ismerkedtél meg a birkózással, kivitt bele, mi húzott be valójában ebbe. Uh, a birkózással. 7 éves koromban, 8 éves koromban ismerkedtem meg, ugye minden gyerkölcs első sportja, sportja, a foci. Én is imádtam focizni, a mai napig imádok focizni. Mentem eddig barátommal, utcabeli Nagy Péter barátommal mentünk focizni, és mondja nekem, hogy volt birkóz edzésen, hogy nem nézzük meg. Lefociztuk, másnap elmentünk birkozásra és, és attól a másodperctől a birkózó szönyek szerelmese lettem. Soha többet nem mentem foci edzésre. Közben eljártam barátokkal focizni, de a más, másnaptól én éreztem, hogy birkózó akarok lenni. Meg ugye bősön, bősön mindenki birkózott, akkor tele volt a terem birkózóval. Úgyhogy én, én mindjárt birkózás szerelmese lettem. Igen, 2008-ban kezdtük a bősön a birkózást, ugye német Lehel barátommal kitaláltuk, és még egy harmadik társat is beépítettünk maguk mellé a mai napig alelnököm, Csörgő Árpád, akinek volt egy hatalmas tehetség birkózó a Csörgő Áron, aki a világbajnokságon éremért birkózott. Sajnos ott is ez a probléma történt, hogy, hogy a középiskolai pályafutása Kezdetekkor egyszerűen megszakadta edzés lehetőség, megszakadta a folyamatos munka, így, így sajnos ő is abbahagyta a birkózást. Hát még nagyon, nagyon sokat köszönhetek a feleségemnek, aki 24 éve mellettem áll, és még a versenyzői pályafutásamkor is biztatott, nagyon-nagyon nem akartam, amikor 21-22 évesen abbahagytam a birkózást, nagyon nem, nem szerette volna, hogy abba hagyjam, de ugye így alakultak a dolgok, és amikor újra kezdtem a birkózást 2008-ban, mi edző, az a mai napig tényleg a a másik anyukájuk, mert a Facebook, meg a mindenféle médiát ő kezel, és mindenbe támogat. Köszönöm neki, hogy, hogy elenged ennyi edzőtáborba, meg versenyre. Mi fogott meg inkább azok az öregek, ahogy birkóztak, vagy a teremnek a, a aurája, a milliója, az emberek? Fúha, min, minden, szóval szó, minden, ami ott volt az első perctől, első perctől, ahogy, ahogyan... Agyan láttam azt az összetartást, hogy bementem, amikor megszólalt a, meg, megszólalt a edző, akkor még csak úgy néztem, nem mertem megszólalni, de láttam, hogy, hogy egy vezénszóra csinálja, az összes gyerek volt, vagy 40-45-50 ember a bat kisterembe, az magyar iskola tornatermében volt az első edzés, ami, ami részt vettem, az a fegyelem. Szóval mindjárt, mindjárt első perctől beleszerettem ebbe a sportba. Ki volt az az edző, megkérdezhetem? Igen, az első edzőm nekem a Gróf Árpi bácsi volt. <laughs> nem, nem, csak nekem az, az, a, az, egész bősi, egész bős, akkor még csak falucs, ugye most már város, de mindenkinek a második apukája. Árpi bácsi volt, ő volt első edzőm, és mellette még a akkori klubelnök Rákóczi Bandi bácsi, ugye a, akkori mecénás, a bősi birkózás mindenese volt a két ember, meg igen, ők voltak a elsedzsői. Ugye ezt még úgy emlegetik itt Bősön, én is így hallom mindig vissza, a régi bősi birkózás. Mikortól ez a 93-as évtől volt az, a, tehát a 93-as év előtt volt a régi bősi birkózás, amit úgy nevezünk, vagy még utána is ez a, ez a, ez a szellemiség, ez ott volt? Ez a szellemiség, ez ott volt még. Én ugye, amikor elkezdtem, 90-92-ben kezdtem a birkózást, akkor, akkor ugye Csehszlovákia, olyan csehszlovák bajnokok voltak, hogy, hogy egész, egész csehszlovák válogatott szóval a kötött fogás majdnem bősi, bősi gyökerekkel rendelkező gyerkőcök képezték. És volt egy kicsit így átugrok egy pár évet, hogy, hogy a birkózásnak beszéljünk, hogy a én időszakomban volt olyan, volt olyan válogatott, 15-16 éves válogatott, 10 súlycsoportból 9 bősi birkózó képezte a szlovák válogatottat. Ö, itt ugye nem szabad róla megfelelkezni, hogy pár évig bősön ki, ki, kimaradt a birkózás, pár évig bősön nem volt birkózás. Ugye mi is nagyon fiatalon abba hagytuk, amit most is látok, hogy a legnagyobb probléma a, a birkózásban az, hogy, hogy, a gyerkőcök egész, egész gyerekkorukat végig edzik, végig birkózzák, és amikor jön a középiskola, jön a, jön a választás, hogy most jön utánam az edző, például már én ugyanezt már megéltem, hogy megkérdít tőlem egy birkózóm, hogy edző, hova menjek iskolába. Ugye egyik kiválasztja a Dunaszerda harmadik, második somorja, a harmadik nagy isten Komáron vagy Pozsony, és azok a gyerekek nem érkeznek, nem tudnak edzeni abból a négy-öt edzésből, amit abszolválnak, abszolváltak addig velem, kettőre érkeznek, háromra érkeznek. Azok a versenyek, ahol eddig diadalmaskodtak, másik éve már ugye vereség, és így, így a csalódás, hogy, hogy annyira nincs mögöttünk háttér, ott is ugyanez volt a mi időszakunkban is, hogy azelőtt még annyival könnyebb volt, hogy volt egy katona csapat, duklat ahova jó formán kötelező volt oda menni a válogatottaknak. Hiába például nekem is intézték a civil szolgálatot, a sorozásban azt mondták, hogy mert Tom Krisztián nem, neked jött a papír, hogy Dukla kell bírkoznod. De legalább megtartottak minket, egy helyen voltunk, volt kivel és most, most ez már nincsen. Egyszerűen nem, nem, tudjuk megtartani a gyerkölcöket, nincs, nincs, lehetőség a középiskola, nincs olyan iskola, olyan sportiskola, nem, hogy csalló Nem tudom, hogy hol van olyan sportiskola itt Szlovákiában, ahol a, tizen, a középiskolába el tudnám küldeni gyerekeket. Tehát akkor valami, valamilyen szinten a szülők is akarják, hogy a gyereknek legyen a sportkarrierje kívül egy professzionális más karrierje is, és emiatt lehet az, hogy az egzisztencia miatt vesznek el akár tehetségek? Persze, hogy mert én, én például rendszeresen ellenőrzöm a gyerekköcöknek az ellenőrzőjét minden, mit tudom, két-három hetente szúrós próbát csinálnak, másik edzésre kötelező hozni kapcsolatba a tanárokkal. Úgyhogy, ha nehogy hogy is tanul, ami probléma van, olyan büntetés kap, hogy mit tudom, a következő versenyre kihagyjuk, meg büntes. De hál' Istennek nincs rá példa, mert már nincs konta a mindenki, mindenki úgy viselkedik, ahogy kell. Az a régi birkózás, birkózóról való, Ugye mindig, mindig, mindig csak a rossz, rosszba emlegették a birkózókat, szerintem az már nagyon rég nem, nem, nem reális. Valamilyen szinten a gyerekekben benne van ez a rosszasság, mert valahol ki kell élni azokat a többletenergiákat, amikkel szerintem nagyon sok gyerek rendelkezik. Mit kellene ahhoz, ahhoz tenni, hogy megmaradjanak ezek a gyerekek? Mit látsz abban, hogy, hogy egy gyerek 13-14 éves kora után is megmaradjon egy felnőtt? korba a birkózásban? Én szerintem ez az ez a alapoknál a legnagyobb probléma. Ha hát csak összehasonlítom Magyarországgal, hogy hát ugye nekünk is már van ott birkózunk a Kimbába, a Kozma István Akadémiában. Bod Zoltán már most már második éves hallgatója a sportgimnáziumnak. Én úgy tudom, hogy Magyarországon heti ötször van torna. Tornával kezdődnek a, a tanítások, Nálunk hetente kétszer van torna, ami maximum a av, zajlik, hogy kosárlabda, vagy ilyen labdajátékok. Én azt veszem észre, hogy a, hogy a legnagyobb hibák ebben vannak, hogy ugye meg a sportminisztérium. Milyen ország az, amivel, ahol nincs sportminisztérium, a legtöbb pénz, a legtöbb odafigyelés a gyerekölcsökre. gyerekkölcsök hez kell, és, nincs egy olyan sportminisztérium, ahol fanatikus vagyok, hogy, hogy 92-től Barcelonától olimpia résztvevőket, mindenem a sport, és követem, hogy há négy évente van az olimpia, ugye, hogy hány, hány sportoló a részt Szlovákia. Most 21-2 kvótánk van, ami egyszerűen szörnyű, és ezért senki nem felelős. Magyarországon a mai napig 186 vagy 176 kóta van. Nekünk a szlovákiának 26. Tehát, tehát akkor a sportminisztérium, tehát a politikailag sincs megfelelően kezelve, nem is, hogy támogatva, mert ugye olimpiai sportájuk támogatva vannak, de nincs megfelelően felügyelve ez az egész. É, említetted, hogy támogatva van. Hát én nem, nem tudom, hogy mit jelent az, hogy támogatás. Hagyj nem mondjam ki, hogy milyen támogatást kapunk a szlovák birkó szövetségtől. És az, a, amit, ami, ami Nálunk a Szlovák Szövetségben történik az egyszerűen, az egyszerűen elmondhatatlan. Hoztak olyan törvényt a Szlovák Birkó Szövetségbe, hogy aki új klubot beszeretne regisztrálni, több ezer eurót kell a Szlovák Birkó Szövetség számlájára küldeni. Szóval, hogyha én új klubot akarok, nem más országba ha én be akarok jelent, jelenteni egy új klubot, egy, egy szövetség tagja akarok lenni, kapok támogatást, csak menjek, vigyek oda a gyereket. Mi nálunk ez fordítva van. Nálunk olyan kezekben van a szlovák birkózás, hogy. Tehát hogyha még valaki be is egy új klubot, és befizeti azt a pénzt, úgy látod, hogy azt nem kapja vissza. Nem, tehát semmilyen szinten azt a támogatást, amit oda beletesz. Hát nem nagyon, nem nagyon. Hát meg olyan, hogy, hogy, a mai világban azért, azért hogy én, én a csapattagja akarok lenni, egy szövetség tagja akarok lenni, azért fizessek be 2000 eurót. És hogy oldjátok meg így a versenyeztetés? Mert ahogy mesélted nekem, itt az interjú előtt rengeteg versenyre jártok. Igen. Hál' Istennek a bős önkormányzat az a elejétől kezdve mögöttünk áll, és hát nagyon, nagyon jó barátok, akik, akik van, van főszponzorunk, a Szamaránszki Béla volt birkózó, a Bébaó vállalat tulajdonosa, és rengeteg, rengeteg apró vállalkozó, vállalkozó van, aki, aki, mellettünk áll. Ugye ez a csallóküzi, mindig azt szokom mondani, hogy hogy a sikerül összehoznunk 10-12 országot egy, egy csalókuzinadíjra, ez annak a jele, hogy mi 12-13 országban részt veszünk évente versenyen. Mert ez ilyen oda-vissza alapon működik. Ahova engem meghívnak, én visszahívom őket. Úgyhogy hál' Istennek támogatóba nincs hiány, segítnek a barátaink. Említetted ezt a csalóközi versenyt. Hogy zajlott az idei? Milyen volt a szervezés? Milyen volt a visszhangja? És hogy éreztétek magatokat? Hát szerintem a idei volt a kicsúcsosodás. Még soha ilyen jól nem szerepeltek a gyerkőcök, soha ilyen jól nem sikerült ez a lebonyolítási rendszerünk. Olyan visszhangok jönnek vissza, hogy, hogy nem is tudom jövőre, hogy 12 ország helyett már szerintem 15-16-17 ország lesz. Olyan, olyan csapatok jelentkeznek be, hogy hál' Istennek nagyon jó a visszhangja, meg meg hál Istennek olyan csapat áll mögöttünk, amit említettem, más szponzorokat, meg a barátokat, meg egy-két szülő, aki, aki annyira kiveszi a részét a, a verseny lebonyolításának a segítségével, hogy hogy mondom, nem is tudom, szerintem az volt a kicsúcsosodás. Remélem, hogy jövőre is sikerül megrendeznünk, és remélem még egy lappal fokozni tudjuk. Gratulálok hozzá, remélem én Köszönjük. is, hogy sikerülnek ezek a terveid. Üh, beszéltél arról, hogy vannak azért tehetségek. Látsz valakibe olimpiai szerepléshez elég tehetséget, szorgalmat, és ami ehhez kell? Hát igen, látok csak, mert ugye, ugye, mikor bejön egy gyerkőc a terembe, azt én mindjárt észreveszem. Ez ugyanahogy, ahogy észrevette az előtt a Árpi bácsi, hogy, hogy tehetségesek vagyunk. Én ugyanúgy meglátom azon első bukváncen a gyereken, hogy, hogy van-e értelme tényleg olyan szinten foglalkozni, meg, meg, meg -e marad, meg, meg a szülő nagyon sokat számít, hogy hogy milyen, milyen támogatottság. Mert itt most nem a pénzbeli támogatásról gondolok, hanem azt, hogy nekünk is rengetegszer volt olyan például magamból kiindulva, hogy hogy nem akartam menni edzésre, már kicsit fáradt voltam, fájt. Ha látom a barátaimat, akik, akik például nem birkoztak, hogy, hogy mennek csavarogni, én nem mehettem csavarogni, mert tudtam, hogy hétvégén országos bajnokság van, reggel edzés, fogyasztanom kellett, és nekem hál' Istennek a apukám egyik legjobb barátom, és ugye a Árpi bácsival is nagyon régóta barátok, szóval családi kapcsolat is volt köztük, és ők mindig tudtak egyeztetni. Biztos volt az, hogy amikor nem is tudtam róla, de szólt a Árpi bácsi apunak, hogy, hogy valami a Krisztivel kicsit, kicsit lehet, hogy egy napot otthon kellene hagyni edzésről, vagy kicsit pihentetni kellene és én ezt látom a gyerekkőcökben, hogy annyira a szülőkben is, hogy annyira rohanó világ van, hogy a, sokszor a szülő megfelelkezik a gyerekről. Volt, olyan, volt például olyan gyerekkőcöm, hogy járt mit tudom, másfél évig edzés, és nem ismertem a szüleit. Na itt mindjárt tudtam, hogy itt, itt, első kiingásnál az a gyereke többet hát nem fog jönni edzésre, mert, mert nincs, nincs akivel le tudjak ülni, meg tudjam beszélni. Hogy látok-e olimpikont ebbe a sportákba? <laughs> Olimpikon, én, én egyedül Magyarországot látom kiútnak, hogyha a gyerekek, amíg nálunk nem lesz valami gyökeres változás, hogy a gyerköcsöket meg fogjuk tudni tartani a alapiskola elvégzése után, én addig mindenkit a Kozma István Birkózó Akadémiába invitálok, ha van rá neki persze tehetsége, meg tanulmánya is olyanok, mert ott Magyarországon nagyon szigorú kritériumoknak kell megfelelni, ott nagyon odafigyelnek a sportra, de úgy viszont a, úgy szintén a tanulásra is. Hát nekem a Bodzolikám, most már mondom, előbb említettem, második éves tanulója a akadémiának. Tavaly már bronzérnél birkóztunk Európa bajnokságon. Sajnos a idei Európa bajnokság épp csalóküzi előtt volt egy héttel, nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Valami nem sikerült a fő szerintem, mert olyan jó sorsolásunk volt, hogy azt hittem minimum bronz éremért fogunk újra birkozni, hogy a döntőbe jött van a orosz ellenfél, akikre még, még nincs, nem tudjuk miért fölvenni a oroszokkal a versenyt, annyira előttünk járnak még mindig. Csak sajnos első mérkőzésen a német ellenfel a jobbnak bizonyult Zolinak, és nem vitte őt tovább a vigaszágon, mert kikapott döntőbe utásért orosztól. Úgyhogy sajnos Zoli kiesett, de reméljük, hát pályafutása kezdetén, kezdete előtt áll még, még jövőre, első éves junior, és reméljük, hogy sokat fog fejlődni még a Kimbába, Budapesten. De vannak nagyon fiatal gyerkőcök is, említhetném Gudzán Leonardot, Molnár Botondot, Karácson Sebastian, Zoránt, akik már országos bajnokok, Renly Oszkár, akik fiatal koruk ellenére orvosi igazolásokkal már országos bajnokságokat, meg a külföldi versenyeket. Ugye tavaly is 11 vagy 13 országban, 12 országban voltunk versenyen. Úgyhogy tavaly Zolikával sikerült kijutnom Iránba egy táborba az valami fantasztikus volt. Említetted itt ezt a keleti vonalat, ugye a birkózásban mindig ugye Amerikát és Oroszországot hozzák föl, hozzánk ugye közelebb áll a keleti vonal Oroszország. Mesélj picit arról az iráni edzőtáborról. Mi volt, amik a különbségek edzésben, edzőtáborokban, mint mondjuk egy szlovák vagy egy magyar edzőtáborban? Hát itt hál' Istennek a magyar kapcsolataimnak köszönhetően Megtudtam, hogy a, ez az akadémiából 10-12 birkózónak sikerül kijutni Iránba. Úgyhogy megszólítottak, hogy ha gondolom, akkor kimehetek én is Zolikával. Hát kaptam a lehetőségen, ugye mondtam, hogy ez igaz, hogy egy csomó pénzünkbe kerül, de ugye a szponzoroknak köszönhetően, hogy a önkormányzat mögöttünk meg, meg, tudtuk valósítani. A első naptól egyszerűen lenyűgözött az a, az a létesítmény, ami ott van. Ugye Iránban úgy tudom, nem volt még olimpia, de olyan olimpia központba vittek, úgy, nevezik azt a központot, amivel az összes sportág, az összes sportág, mondhatnám a labdajátékoktól, a, a vizes, a birkózó, minden egyes sportágnak a központja. Hatal, nem tudom, hány hektáron vannak a tornatermek, uszodák, a bent lakásos, olyan, olyan, éttermek, olyan lakások, olyan, olyan hotelszobákban laktunk benne a faluban, hogy egyszerűen leírhatatlan. És az edzésmódszerek, az meg, az, meg az, az egyszerűen én, ugye mi, ne, mi, nekünk volt reggel fél tíztől volt tizenegyig edzésünk, utána volt négytől fél hatig edzésünk, de volt olyan nap, hogy Reggel bementem nyolc, fél nyolc a tornaterembe, mert az olimpiai csapatot készült, és vacsoráig a tornateremben voltam, szóval a két edzés között is néztem a szabadfogást, kötött fogást. Ami, 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 számomra meglepő, hogy mindenki azt hiszi, hogy fuha, három órás edzés az a legjobb, mert, mert fuha, legtöbbet meg tudsz tanulni. Nem, ott nagyon rövid, másfél órás, de hatalmas intenzitású edzések vannak. Ugye a egyik tolmács, aki, aki ott segítségünkre volt, azt mondta, hogy ne várjunk csodákat, mert, mert amúgy nem nagyon akarják megmutatni a legjobbakat. Észre is vettük, hogy első napban még úgy odaálltak a gyerekeink mellé, de aztán a második, harmadik, negyedik nap már a második, harmadik számú gyerkőcök jöttek a, a, edzőtáborba, ők a legjobbjaikat fétik, nem akarják, csak a világversenyen mutassák meg a nagy közönségnek, szóval nem is akartak velünk a, legjobbak edzeni. És edzőként mondtad, hogy ott maradtál bent, nézted. Én is szeretem valamilyen szinten a brazil jitsu ezt a vonalat, hogy leülök és nézem, hogy mások hogyan edzenek, hogyan tartanak edzést. Tudtál dolgokat elhozni, hazahozni és alkalmazni is? Ha igen, akkor ezek mik voltak? hát persze tiszta más, más, módszerekkel megy az edzés náluk, technikával. Na, féltem egy kicsit úgy, úgy sutyiba próbáltam kamerázgatni a telefonnal, de láttam, hogy nem örülnek neki, nem szerették, hogy nem szerették volna, hogyha ott bent kamerázgatok. Igen, a, főleg a harcba nagyon sokat tanultam, hogy pörgetések, ömellések, ott nagyon sok technikát ellestem. Hát csak az a baj, hogy Ugye ezt, itt, itt kevés ez, kevés az, hogy ki voltam hár, két és fél hetet. Itt nem tudjuk kamatoztatni, ugye, ami, ami, még bennem maradt, azt át tudtam adni, de ez olyan, hogy abban jó, hogyha minden fél évente vagy egy évente visszamehetnénk. És közös edzőtáborozások Magyarországgal vannak? tudom, hogy Tatán van ott az a igen. nagy központ. Igen, sokat, sokat vagyunk külföldön. Például most ugye a gyerekköcsöknek a közé után <kül> Van egy három hetes szünetjük, augusztusban kezdünk egy hazai edzőtáborra, ahol még, még más csapatokat nem hívunk, de 12-től 18 homutóba vagyunk a gyerkőcökkel, egy 8-9 gyerkőccel megyünk homutóba edzőtáborba, a kisebbekkel. Onnan 18-án megjövünk, 19-én mindjárt megyek Szerbiába, nagyobbakkal, egy edzőtáborba, Belgrádba, ott leszünk egy hetes edzőtáborba. Nagyon sokat vagyunk Magyarországon. A, a, Kimba, ez a Kozma István Akadémia, itt rendszeresen edzőtáboroztassa a gyerkőcöket, és akkor a kapcsolatjaimnak köszönhetően sokszor meghívnak minket közös táborokba. Ez a fizikai felkészülésnek a része. Ö, hogyan van nálatok a mentális felkészülés. Ugye említetted a szülőknek, a gyerekeknek a mentalitását, a jövök-megyek, elvisz az élet. Itt jön szerintem a mentalitás szóba. Ezt hogyan, hogyan tréningezitek magatokat mentálisan? Hát, én, én elején mindjárt ugye ezt én említettem, én, hogy a szülők, meg az edző-edző edző kapcsolat, de viszont a gyerkőcöknek, én ezt is nagyon hiányolom, ezt a sportpszichológiát, amit, ami nálunk, mikor valaki azt mondja, hogy húha, amikor beszélsz a szülővel, vagy a gyerkőt kicsit kis telkönnel beszélgetni egy az de edző, én, én nekem nincs bajom, én nem vagyok beteg. Én, én, még ezek nálunk, úgy érzem, hogy nálunk annyira gyerekcipőbe járnak ezek ezek a dolgok, hogy én például most a, a Zolika, ugye, én, amikor meglátom a sorsolást, azt itt a minimum bronzére miért fogunk birkozni az Európa-bajnokságon, és, és, valami érzem, hogy nem nincs rendben. Valami biztos, hogy van az oliva, 15-16 éves, 17 éves először történik, lehet, hogy szerelem, csalódás. Vagy olyan, ugye nincs a szüleivel, nincs velünk, mert ő egész héten Pesten van, vagy, vagy valami nem, nem, úgy sikerült neki a beilleszkedés, de mondjuk ez kétlem, mert, mert nagyon jó visszhangok jönnek vissza a zoli mert ugye ott fél éventem nekem is, mint edzőnek küldi a, a az akadémia a Zoli a jellemzést, a tanulási eredményeit, a edzésekre való részvételt, hozzáállást. Valami, valami, biztos, hogy olyan dolog van a Zolinak, a, ami valami bántja őt, hogy ez a ez az Európa bajnokság, mert látom, hogy milyen valami olyan elvár, mintha valaki nagy elvárásokat tett volna rá, úgyhogy most azon dolgozok a anyukáj szülei, hogy, hogy egy ha ha visszük az olit. De többi szülő, amikor én ezt előhozom, hogy például észreveszem a gyermekköcsöken, hogy, hogy nem úgy, nem úgy, nem úgy állnak az edzéshez, akkor megkérem tőlük, hogy nem volt valami dolgozat, vagy nem lesz holnap dolgozat. Van például olyan, olyan ugye mindig mondtam a foci. Van, de engem is mivel tudtak megvenni, mindenki focizni szeret. Hát most egy birkóz mikor más dobálják, meg küzdünk, meg, meg, meg a harmadik pólót veszed le. Van olyan nap például észreztem a gyerkőcöknek már bemelegítésén, hogy, hogy hú, ha itt valami nincs rendben. Akkor megállítom az edzést, csinálom két-három csapatot, bedobom a labdát, máma csak foci már. Először csak néznek rám, hogy fú, az edző biztos, hogy nevet, hülyéskedik velünk, hogy valamire megy ki a játék, és aztán észreveszik, hogy nem, nem, mert látom a gyerkőcökön, hogy, hogy valami, valami nem működik. Annak az edzőnek egy kis szintén pszichológusnak is kell lenni. Igen, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ha van egy elutasítás a sportpszichológus irányába, akkor valójában te veszed át ezt így a van, sportpszichológusi így van. szerepet. Ki az aki még segít neked ebben, hogy hogy ez ha ezeket meglátjátok, mi az, amivel még esetleg tudjátok a gyerekeket segíteni? Hát van még egy ugye ketten csinálják a bősön a birkózást, van egy edzőtársam, a, a Takács Sanyim. Ugye amikor még kihattam egy-két részt, az én amikor a kicsit el elhomályosod bősön a birkózás, ez a 2003-as, 4 es 5 ös évek, amikor én is az jöttem és abbattam a birkózást, akkor egy barátommal újra kezdtük, megszólított, hogy nem-e volna kedven birkózásra újra foglalkozni, és én akkor azt mondtam, hogy szó se róla. <laughs> Ugye én, én nekem így vissza, visszatekintve, van, volt az a sport lap, heti lap, hogy hajrá. Mai napig el van téve, hogy volt egy nyilatkozatom, volt egy amit nem csinálva, amikor kvalifikáltam a U17-es világbajnokságról magam, és akkor volt egy riport, és az volt a cím, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni. Na és ugye sajnos nem sikerült, és amikor ez a barátom német lehel, lehel összehozott a sors minket, akkor, hogy nem -e alakítjuk, nem elkezdjük újra a birkózás, akkor azt mondtam, hogy szó se lehet róla. De viszont ugye soha ez a birkózásom mindenem, és a már első nap, második nap, harmadik nap egy húzomba pörgött agyam, pörgött agyam, vagy fuha. Én egyszer azt mondtam, olimpiai akarok lenni, de ugye akkor az már tudtam, hogy már késő, mert négy-öt év kihagyás után ebbe országba <laughs> nem lehet, lehetetlenet megvalósítani, és akkor azt mondtam, hogy na ha én nekem nem sikerült, akkor egy tanítványommal biztos, hogy olimpiai bajnoki címet fogok szerezni. Szóval ez azóta, azóta 2008-tól az előttem a, kitűzés. Akkor ezt érzed valójában életcélodnak is, ez, a, ez az, ami motivál, ez miatt még mindig bemész abba a birkózóterembe, és mindig tartod az edzést, mert, mert ott van még az a magia elültetve, ahogy az be a heti labba is volt, hogyha ha nem te, akkor te valaki tud a segítesz. Hát reméljük, reméljük, hát reméljük, hogy az össze És mondom, van, van rá, van rá gyerkőc, mert ezek a négy-öt gyerkőc, akik most tényleg úgy, hogy, hogy már a kicsik még, még igen, még, még, még van, mi befejlődjünk, de ez a négy-öt név, amit említettem, ezek a, a ezek szebbiek, ezek, ezek ahova megyünk külföldi versenyre, mindenhol mondhatnám, hogy nem csak, hogy dobogósok, hanem megnyerik. Csak ugye megint visszatérhetnék újra arra, amit, ami mi időnkben is ugyanez volt, de ha ez, ez, ha, hamarosan nem fog változni, hogyha nem fognak odafigyelni, akkor megint 15 éves korukban mindenki abba hagyja, és elvesznek a tehetségek. Ez lehet akár a generációs probléma, vagy a szociális médiának a megjelenése, a divat kárára is írni valójában az, hogy a gyerekekben nincs meg ez a, ez a disziplína? Fuha, száz százalék, száz százalék. Nagyon sok gyerköc kipróbálja a birkózást, nagyon sok oda odajön, és egy-két hét után el, eltűnnek. Azt veszem meghallom, meg hallom, meg, hogy a világállam, hogy elmegy karatézni, visszamegy focizni. Ez a, ez a sport, ez, ez, ha így folytatódik, ez el fog tűnni. Ez a, ugye főleg most, amilyen reklámja van ennek a ketrecharcnak, harcnak, ez elrabol mindenkit ez a, ez a birkózás helyába, olimpiai sportág, ezt nem látni tévébe, nincs reklámja. A gyerekek, ugye hál' Istennek van két komoly, komoly volt birkózó, harcos bősen a Buchinger Iván és Vég Attila, most csak azt lássák, hogy ők is azok akarnak lenni. Kipróbálják a birkózást, és jönnek után, nem a szülők, hogy, hogy Kriszti, hogy, hogy egy fél évig járhat birkózásom, aztán megy ketrecbe. Hát mondom, milyen ketrecbe megy a gyereket, 9-10 éves gyerekről beszél. Hát de tudod, ő is világbajnok lesz ketrezve. Hát akkor vidd oda edzésre, ahol ketrecet tanítnak, mert nálunk birkózás, birkózást tanítunk, és azt szeretnénk, hogy birkózó legyen az a gyerek. De mondom, hogy ha ez, ez nem lesz igazán odafigyelve erre a sportra, akkor ez előbb-utóbb el fog kopni. Ilyen szinten, mint például Szlovákiában biztosan. Említetted ezt a ketrec harcot, de hogyha megnézzük a külföldi fő kétretz-harcos eseményt, az UFC-nek a meccseit, a birkózók dominálnak. Ez hogy, hogy nem motiválja a gyereket, nincs hozzáértés a szülők részéről is, hogy birkózásra szükség van, akár még a ketrecben is? Visszatérek Magyarországra. Magyarországon miért nem futott be ennyire ketrec, mint Szlovákiába? Magyarországon ugyanúgy a birkózás, a judo dominál. Ugye ott is vannak jó kis bunyósok, akik aki ketrec harcosok, de viszont a birkozás az ugyanúgy megmaradt olyan szinten, hogy, hogy vannak tavaly-tavaly előtt a út 15 ösben 14 vagy 17 érmet nyert Magyarország. Egyszerűen ott látni a, a munka eredmé, munkát, hogy a utánpotlás meg van fogva, mondom, nálunk úgy érzem, hogy megfeledkeztek erről a sportág, nem csak erről a sportágról, de a birkózás nagyon. És, és főleg bősön, a amekkora múltja volt ennek a, ennek a sportnak, ugye focin kívül mindenki, aki nem focizott, az csak mindenki birkózott. Most hál' Istennek most is sok, nagyon sok a harcos, meg nagyon sok a sportoló, mert például a múlt a Gróf a, az egyesülete, is, ugye itt ilyen vegyes harcművészet, kempó, tudom, hogy járnak grappling versenyekre, tudom, hogy, hogy van nekik hetente birkózó edzésük, van olyan gyerkőcöm, aki ide is jár a lóri edzés, aminek nagyon örülök, már nagyobbak van, kivel birkózzanak. Szóval van bősön két karatéklub, amik ott is a gyerkőcök ügye... Meg mondom, én, én nagyon örülök, mert tényleg ma világviszonyatban gyerkőzött tornateremben csábítani, most az lehet röplabda, vagy kézilabda, vagy, vagy birkózás. Minden tiszteletem azért a gyereké, aki, aki nem, a, nem, a, modern világ, ugye a számítógép, meg a internet. Például én nálom, én nem fordulnak biztosan elő, hogy a tornateremben, a, még például, ha valamelyik gyereknek szabadja van éppen, nem ő is új csoportja mérkőzik, hogy elővegye a telefont, nos játszon a telefonnal, hogy megnézze, mert azt egyszerűen azt nem tolerálok ilyent, hogy a, nem a szőnyeg mellett ülünk és buzdítjuk a, a többi csapattársunkat. Nálunk ilyen nem létezik. És ami, ami amit hiányolok, ez, hogy amit mi kaptunk e több birkózástól, amit ezt nekünk adott a, a mai napig a, a lóriéka, meg, meg bőső, mondom, mindenki birkózott olyan összetartáson, hogy nem megyünk el egymás mellett, és most meg azt látom, hogy a gyerekek gyerekek olyan, olyan sokkal több velük ilyen téren a munka, mint a szőnyegen hogy egyszerűen látom azt, hogy nem érdekli őket az, az, hogy mit tudom, én, utána kimenjenek egy kofolára, vagy elmenjenek bicózni, hanem mindenki siet haza, mert már kíváncsi, hogy mi van a világhálón. Ami a legnagyobb probléma, én szerintem. Ezt a véleményet csak osztani tudom. Brazil gyerekekkel foglalkozok, és ugyanez a meglátásom, hogy nincs az a csapat, nincs az az összetartozás, ami annó volt, és talán, talán ez hiányzik. Kívánom neked, hogy legyen erőd tovább vinni ezt az egészet, mert értékes az, amit, amit, amit műveltek és amit csináltok, és sok sikert szeretnék kívánni a továbbiakban a versenyzéshez, és teljesül az álmod, hogy, hogy kineve egy olimpikont. Nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy pár év múlva visszatérünk ugyanígy, és akkor már a, arról fogunk beszélni, hogy valamelyik birkózónk az olimpiára a készülés, hogy emlékszünk -e még erre a riportra, hogy egyszer olimpiai bajnokot fogunk nevelni Bősön. Köszönjük. Így. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a beszélgetést. Köszi. Kedves nézőknek és hallgatóknak meg szeretném köszönni, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy hasznos információkat tudtunk átadni, és egy picit belátásra, nagyobb belátást tudtunk biztosítani a birkózás világába és hogyha valaki kedvet kapott erre a sportágra, akkor itt van egy jó lehetőség. Sziasztok!